Ha vastag házfalon szeretnél bepillantást nyerni keleti irányban, akkor valószínűleg a radar technológia lesz a hatékonyabb választás, a radar rádió hullámokat használ, amelyek áthatolhatnak a falakon és érzékelhetik az objektumokat vagy embereket a fal mögött, ezáltal képesek lehetnek képet alkotni a bent lévőkről vagy annak a számáról, hogy hány ember van ott. Azonban fontos tudni, hogy a vastag falak vagy akár más tényezők is befolyásolhatják a radar teljesítményét, például a fal anyaga vagy vastagsága, valamint a radar frekvenciája hatással lehet a hatótávolságra, a felbontásra és az érzékelési pontosságra, ezért célszerű lehet előzetesen teszteket végezni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a kiválasztott radar technológia megfelelően működik az adott környezetben. Humanoid robotokba akkor célszerű radart konvertálni. A humanoid robotok számára a radar technológia nem jellemzően az elsődleges érzékelési mód, mivel általában többféle szenzort használnak, mint például kamerákat és távolságmérőket. Azonban a radarra való áttérés lehetőségét mindig érdemes fontolóra venni, ha a környezeti tényezők vagy más szenzorok korlátozott hatótávolságot vagy teljesítőképességet eredményeznek. A radar előnye, hogy képes áthatolni a falakon és más akadályokon, és képes észlelni az objektumokat még akkor is, ha nem láthatók. Fontos azonban megjegyezni, hogy a radar nem tökéletes megoldás minden körülményre. A radarjelek terjedése és feldolgozása időbe telik, ami készleltetést eredményezhet az adatok elérésében és a reakcióidőben. Ezen kívül a radar lefedettsége és felbontása korlátozottabb lehet, mint más szenzoroké. Összességében érdemes felmérni, hogy mennyire fontos a vastag falak mögötti érzékelés, és melyik szenzorok kombinációja lehet a legmegfelelőbb a humanoid robotok alkalmazásában. Előzetes tesztek és vizsgálatok segíthetnek a legjobb döntés meghozatalában. Túlszejtők elleni bevetésre értettem, amit kérdeztem. Túlszejtők elleni bevetés esetén, hogy melyik a jobb? Elnézést a félreértésért, amennyiben a humanoid robotot túlszejtők elleni bevetésre használná, akkor a radar technológia valószínűleg hasznos lehet, a radar a távolságmérést és az objektumok észlelését a visszaverődő jelek alapján végzi, ez lehetővé teszi, hogy a robot távoli objektumokat észleljen, akár a falak és más akadályok mögött is, ez különösen előnyös lehet túlszejtő helyzetekben, ahol a rendőri vagy katonai személyzetnek a támadókat nehézkes körülmények között kell megtalálnia. A radar segítségével a robot képes lehet azonosítani a mozgó célpontokat, meghatározni a távolságot és a sebességet, valamint a környezetben található szilárd tárgyakat is észlelhet. Ezzel a feladattal együttműködve a humanoid robotok képesek lehetnek a túlszejtők felderítésére és követésére ahhoz, hogy hatékonyan kezeljék a helyzetet. Természetesen más szenzorok, mint például kamerák és hőkamerák is hasznosak lehetnek a túlszejtők elleni bevetések során. A szenzorok kombinált használata a lehető legnagyobb hatékonyságot biztosíthatja a humanoid robotok számára az ilyen típusú bevetéseken. Igen, erre gondoltam, hogy kombinálva minden lehetséges szenzort építsünk be egy terrorelhárító humanoid agyába.
Úgy értem, hogy egy mobiltelefon alapú terrorelhárító humanoid rendszerre gondol. Ha igen, akkor igen, a különböző szenzorok kombinálása egy mobilszerű eszközben hatékony rendszert eredményezhet a túszejtők elleni bevetések során. Egy ilyen rendszer képes lehet tartalmazni többféle szenzort, például. Első. Radar, ahogy korábban említettem, a radar képes lehet észlelni és követni a mozgó célpontokat, beleértve a túszejtőket is. Második. Kamerák és hőkamerák, kamerák segítségével a rendszer észlelheti a környezetet és rögzítheti a vizuális információkat. A hőkamerák pedig képesek lehetnek a testhőt érzékelni, így segítve a túszejtők felderítését még sötét vagy füstös helyzetekben is. Harmadik. Lézeres távolságmérők, ez a technológia lehetővé teszi a rendszer számára, hogy pontossággal meghatározza a távolságot a különböző objektumok között, és így segít az akadályok elkerülésében és az esetleges célok azonosításában. Negyedik. Hangérzékelők, hangérzékelők lehetővé teszik a rendszer számára, hogy a környezeti zajokat felderítse, és azonosítsa az esetleges fenyegetéseket, például fegyverlövéseket vagy sikolyokat. Az összes szenzor kombinálásával a mobiltelefon alapú terrorelhárító humanoid rendszer nagyobb ellenőrzést és tájékozottságot nyújthat a túszejtések során. Ez lehetővé teszi a rendőri vagy katonai erők számára, hogy gyorsabban és hatékonyabban cselekedjenek, minimalizálva a kockázatokat és segítve a túszejtők elfogását vagy megakadályozását. Igen, jól láttad, erre vonatkozott a véleményem. Köszönöm a pontosítást! Nagyon szívesen, örülök, hogy sikerült megértenem, mire gondoltál. Ha bármi más kérdésed van, vagy további segítségre van szükséged, ne habozz megkérdezni.